Sziasztok! Üdvözöllek benneteket 2018-ban. Boldog új évet kívánok! Ez itt a vlog. Hát elkezdődött az új év. Remélem mindenkinek nagyon jól telt a karácsony, a szilveszter, bulisztatok, ittatok, ettetek egy csomót, kaptatok nagyon szuper jó kis ajándékokat. Ahhoz képest, hogy mennyi mindent elterveztem, hogy majd mutatni fogok nektek Weston Supermare-ben, illetve az angliai kirándulásunk során, ahhoz képest körülbelül 2 dolgot sikerült teljesítenem. Ennek oka nem az volt, mert lusta voltam, vagy részeg voltam, vagy bármi más, hanem annyi, hogy esett az eső, míg ott voltunk körülbelül a 2 hétből, olyan durván 3 nap, ami volt száraz idő, és a többi napokon pedig esett az eső, nem lehetett drónozni, nem lehet kint tölteni semennyi percet a levegőn, úgyhogy igazából annyira nem volt jó. Na de se baj, majd még lehet, hogy lesz rá alkalom a jövőben, hogy megmutassam nektek, amit meg akartam mutatni. Csináltam egy csomó képet, ha követtek az Instagramon, akkor oda töltöttem fel egy pár képet az angliai kirándulásból. Ha még nem követtek az Instagramon, akkor azt most tegyétek meg, itt van az Instagram elérhetőségem, vagy linkem, URL címem, benne van a videó leírásában is. Nekünk a január az úgy fog telni, hogy szétbombázzák a házunkat. Körülbelül 6-7-es munkába fognak kezdeni most 8-án a szakemberek, ugyanis, mint mondtam már, tudjátok, hogy Sofinak lesz egy kistestvére, és ennek érdekében szükség van egy újabb szobára. Na most a mi hálószobánkat elfelezzük, és abból lesz egy másik szoba, de ha már építkezünk, illetve módosítjuk a szobákat, akkor úgy döntöttünk, hogy felújítjuk a nappalit is, úgyhogy most egy kicsit zavaros lesz, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha dobozok, illetve szana széjjel lesz egy-két dolog, egy-két vlogban. Próbálok azért összepakolni, ígérem. És közben én most gondolok bele abba, hogy igazából az internetet is, az íróasztalt is, meg úgy mindent ki kell pakolni a nappaliból. Most a nappaliban van a számítógépem is. Egyelőre még fogalmam nincsen, hogy hova fogom rakni a gépeket, illetve hogy hogyan lesz majd internetem, hogy fel tudjam tölteni, meg hát dolgozni is, nekem szükségem van az internetre. Fogalmam nincs, hogy fogom ezt megoldani. Ha jól emlékszem, akkor az utolsó vlogban volt egy olyan mondatom, hogy mondjátok meg, vagy írjátok meg, hogy milyen tartalmakat szeretnétek még többször és többet látni. Nos, hát voltak olyan kérések, hogy több drónfelvételt szeretnétek látni, úgyhogy én ennek most eleget is szeretnék tenni, úgyhogy repüljünk egy kicsit. Apropó ajándék! Hamarosan meg fogom nektek mutatni, hogy mit találtam a karácsonyfa alatt. Erről készítettem egy nagyon rövidke kis, ilyen előzetesnek hívható valamit, akármit. Nézzétek! Thank you.
ígérem, hogy nem kell sokat várni erre a kis bemutatóra. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ne felejtsetek el feliratkozni, ha eddig még nem tettétek meg. Nézzétek szét, itt a videó feltöltések között van jó néhány videó. Nézzétek meg őket, ha most vagytok itt először a csatornán, és hogyha úgy érzitek, hogy érdemes feliratkozni, akkor iratkozzatok fel. Illetve ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy like gombot, osszátok meg ismerőseitekkel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!